Na hát, felvérteztem magamat ilyen kis cetlikkel. Ki fogom jelölni az összes csajszit és ribit ebben a könyvben, mert látni akarom, hogy túloztam-e, vagy tényleg ilyen sok van benne. Ki fogom jelölni, hát igen, nem nagyon fogalmaztam meg szépen, mert már ideges voltam, de ki fogom jelölni azt, amitől kínosan érzem magam a könyvbe. Ki fogom jelölni a nagyon rosszul megírt ilyen erotikus szerelmes dialógusokat, amik a 365 napra emlékeztetnek, és ki fogom jelölni azt is, amire konkrétan emlékszek, hogy nagyon érdekes lehetett volna mondjuk cselekmény, vagy helyszín, vagy bármi, de hát mivel a karakterek elképesztően elviselhetetlenek, ezért nem voltak azok, vagy nem kaptunk belőle eleget. Szóval kezdjük is el! Az egészben a legviccesebb az az, hogy fogalmam sincs, hogy magának, a sorozatnak mi a neve. Rhapsodik? Az éjszaka királya? Az Alkusz? Szerintem az Alkusz. Vagy nem? Ebben a pillanatban most ez lesz a neve. Sziasztok, borkajok, és a mai videóban az Alkusz című sorozatról fogunk beszélni. Még mindig nem tudom kimondani azt, hogy sorozat. Miért kell mindig hadarnom? Na mindegy. Szóval... februárban, márciusban, már nem is emlékszem, elolvastam Laura Thalassától az Éjszaka királyát, ami hát egyértelműen és nagyon gyorsan az eddigi legrosszabb könyvet, amit olvastam ebben az évben, ha nincs benne a top legrosszabb 3 könyvemben valaha, pedig szerintem benne van. Ez az egész tény nem csak engem, de nyilván titeket is nagyon meglepett, hiszen egyrészt én választottam ezt a könyvet magamnak, hogy meg akarom venni, illetve meg akarom kapni. Én voltam az, aki el akarta olvasni, és engem érdekelt is tényleg, annak ellenére tudtam erotikus fantasy, és hát nem tetszett. Úgyhogy hát mit van mit tenni, néha egy ilyen is becsúszik, viszont nem szeretem magamat. És erre most jövök rá. És nem csak, hogy nem szeretem magamat, nem tisztelem magamat, mert valamilyen oknál fogva megvettem a második részét, és azt is el akarom olvasni, mert valamiért, nem tudom miért, érdekel, hogy mi a folytatás. A márciusi összegzésben, azt hiszem, hogy márciusban olvastam, abban nagyon hosszan beszélek egyébként az első részről. Az egy mad... egy galamb. Egy galamb. Engem. Tehát most, hogy Ori megmondta a véleményét, a márciusi összegzésben elég hosszan beszélek róla, hogy nekem miért nem tetszett a könyv, viszont ott nem éreztem annyira összeszedettnek a véleményemet, nyilván azért, mert csak így kirédzseltem magamban minden első gondolatot, ami eszembe jutott, hogy miért nem volt jó. Aztán csináltam egy ilyen... TikTok videót is, mert megkészítettek ott is, hogy nekem miért nem tetszik, és ott is válaszoltam erre. Ezt egy ilyen 3 perces videóra terveztem egyébként, és alig fért bele végül a TikTok által engedett maximális 10 percbe, ott 10 percen át beszélek róla, hogy nekem miért nem tetszett, és az a baj, hogy az sem volt elég, mert elkezdtem róla beszélni, és egy csomó mindent ki kellett vágni, hogy beleférjen 10 percbe, szóval igazából abban sincsen benne minden. De egyébként ezt le fogom linken leírásba mind a 2 videót, meg tudjátok nézni. Ott ezért már pár dolgot összeszedtem, ha valamit esetleg azok közül kihagynék, akkor bármikor tudjátok őket nézni abban a videóban. Na de! Befejeztem a könyvet, egyértelműen nem tetszett, de valamiért mégis el akartam olvasni a folytatást. És mert titeket ennyire érdekelt, hogy nekem miért nem tetszett az első rész, úgy gondoltam, hogy akkor miért ne csinálnék róla egy külön videót ide YouTube-ra, ahol megbeszéljük az első és második részt is, spoileresen. Na most, mint már mondtam, szeretem, ha fáj, és valamiért nem tisztelem magamat, úgyhogy előkészületben újra olvastam az első részt. Lesz itt egy bevágás, amiben el fogom nektek mondani, milyen dolgot akartam belőni benne, és azt, amint látjátok, egy darabig tartottam is, viszont utána feladtam. Tehát egyszerűen csak minden rettenetes volt, nem tetszett, és csak simán aláhúzgáltam utána, hogy mi az, ami nem tetszik. Ami azért rosszabb így, mert nincs nekem belőle szín szerint, hogy melyik milyen témában van, és miért ment le a nap ennyire. Az előbb még full világos volt, most meg sötétben ülök. Szóval, beszéljünk az első részről gyorsan. Laura Thalassának az Éjszaka királya című könyve, ami egy sorozat első része, egy erotikus fantasy. És bizonyára is tudjátok már, hogy az elmúlt években ezek a fantasy könyvek erős romantikus szállal és erős erotikus szállal vegyülnek, és egy ilyen külön műfaj lett felkapva ez az erotikus fantasy, főleg külföldön, de most már egyébként kezdődik itt Magyarországon is ennek a felkapása, és egyre népszerűbbek ezek az erotikus könyvek. Ebben nyilván van egy karakter, akinek tetszik egy másik karakter, és igazából az egész kötet erről a nagyon erős, ilyen szexuális vonzalomról szól, ezt kiegészíti az, mondjuk az egyik, vagy az összes karakter benne, ami különleges lény egy fantasy világban. Egészen felkapott ez, nem csak a Vattpadon jelent meg rengeteg ilyen történet, hanem most már egyébként kiadott könyv formájában is. Nagyon sok ilyen angol könyv van egyébként legfőképpen, amit felkapnak TikTokon, ezek ilyen általában rövid, de több részes könyvek, amik egy-egy ilyen karakterről, egy-egy ilyen kapcsolatról szólnak, és hát erős erotikus szál van benne. Amit én nem szeretek, tehát hogy Nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, és senkit nem akarok leszólni, nyilvánvalóan, aki az ilyen könyveket szereti, de egyszerűen, mivel én alapból a romantikus könyvekért sem vagyok annyira oda, nekem az erotikus műfaj az így nem a kedvencem. Nem szeretek erről olvasni, nem is nagyon szoktam erről olvasni. Ha egy más műfajban vannak jelenetek, azaz semmi bajom nincsen, nyilvánvalóan, viszont hogyha el van kiegyezve az egész, az engem annyira nem vonz. Ennek ellenére meg akartam venni, el akartam olvasni ezt a könyvet, mert valamiért úgy éreztem, hogy ilyen Tüskék és Rózsák udvara hangulata lesz, és nagyon sokat fogom szerintem ebben a videóban ahhoz hasonlítani, de majd meglátjátok. Szóval, Laura Thalassa könyve. A kötetben a mi világunkat követhetjük azzal a különbséggel, hogy itt vannak ilyen különleges lények is, illetve ennek a világnak van egy ilyen másik rétege is, a más világ, ami pedig konkrétan ezeknek a lényeknek a birodalma, több udvarból épül fel, akár csak a Tüskék és Rózsák udvarában, van itt nappal udvara, éjszaka udvara, stb. És vannak ezek a különleges lények, de alapvetően az egész világ, a mi világunk, a halandók világa, amiben nekem már volt egy-két problémám, de ezt majd később el fogom mondani. Itt követhetjük a szirén Calypso Lilith nevű lányt, aki hát fiatalkora óta nagyon magányos, és nem igazán tud boldogulni egyedül az életbe, elég komoly bajba keveredik, például meg kell ölnie a mostoha apját, és hát emiatt segítségre szorul, hogy ezt ügyek tisztára mossa a nevét, és megúszta ezeket a balhikat. Így ismerkedik meg egy olyan férfival, aki alapvetően csak ilyen mítoszként van jelen ebben a világban, az Alkusszal, akinek a segítségével Alkut tud kötni vele, hogy oldja meg az ő problémát, és akkor cserébe őt úgymond megjelöli, és majd végül később bármikor behajthatja rajta az adósságát. Most 15-16 éves fiatal és kicsit naív és meggondolatlan lány lévén Calypso egyértelműen először is hát belebolondul ebbe a fiúba, másrésztről hát fiúba, sok-sok éves férfiba, 16 éves létére, amiről majd szintén fogunk beszélni, de emellett ráadásul hát hibák hibára halmaz fel úgymond, mert rengeteg szívességet kér tőle, és az ott fog tartani, hogy 20 éves korára nem tudom hány ilyen szívességgel jön ennek az Alkusznak. Ez a férfi ilyen 16-17 éves korában lánynak eltűnik az életéből 7 évre, és ott veszük fel a fonalat, hogy egyik napról a másikra ebben a könyvben újra megkeresi. Azért, hogy behajtsa ezt a több száz Alkut. Ugye egy 200-at követünk, szép lassan kibontakozik maga a 7 éve ezelőtti szál, amikor a lány éppen hogy csak 16 éves volt, amikor először ugye kért tőle szívességet, és emellett látjuk azt a szálat, amikor a jelenben újra megjelenik a férfi az életében, hogy ezeket a szívességeket behajtsa. Sok-sok bajom volt. Első elolvasásra egyébként nekem nem tűnt fel, hogy ez ennyire rossz, pedig utáltam. És akinek tetszett a könyv, az ne haragudjon, mert ismerek olyan embert, akinek tetszett. Felírtam magamnak, mit akarok mondani. Ismerek sok olyan embert, akinek tetszett. Ez teljesen normális, különböző az ízlésünk. De nekem már elsőre sem tetszett, és második elolvasásra a számot fogtam az első 20 oldalán, hogy még mennyi minden hülyeséget nem vettem benne észre. Na mindegy. Ez az első vagy második könyv talán egyébként az életemben, amiben konkrétan beleírtam. Aláhúzogattam benne, és ezt a hüledezett arcot, ezt erre a könyvre találtam fel, hogy ezt az arcot szerintem minden 20. oldalba bele kellett rajzolnom a teljes sok és elképedés hatására, hogy mi az Isten történik ebben a könyvben, úgyhogy gyakorlatilag tele van, keresek egy jól láthatót benne, tele van ilyen elhűlt arcokkal a könyv. Igen, itt pont alá van húzó 16 éves korom óta, mert nem lesz benne kicsit se gáz ez a téma, szóval igen. Az elején mi már mondtam, és majd a bevágásban is benne lesz, megpróbáltam különböző témák alapján aláhúzni ezeket a dolgokat, illetve kiemelni. Egy darabig ez ment, de utána annyi minden volt, hogy inkább ezt elhagytam, mert nagyon lassan hagytam az olvasásával. Úgyhogy csak simán nézzük meg, hogy mik a problémáim. Ha szoktátok nézni a videóimat, akkor biztos tudjátok már, hogy én egy nagyon karakterközpontú olvasó vagyok, hogyha szeretem a karaktereket, általában érdekelni fog a nem annyira eseménydús cselekmény is. Nagyon szeretem a karakterközpontú könyveket, nagyon szeretem azt, amikor egy jó karakterre van kiegyezve az egész történet, és rettentően el tudja nekem rontani egy könyvet az, ha utálom a karaktereket. Ezzel már sokszor volt gondom, hogy mondjuk a cselekmény érdekes lett volna, a történet érdekes lett volna, de a karakterektől az arcomat lemartam, és ezért nem tudott érdekelni, és rosszabb pontot is kapott tőlem a könyv. Na most, ebben a könyvben minden karaktert abszolút elviselhetetlen. Tehát én, főleg egy lánytól, akit nagyon sokat fogunk itt emlegetni, de alapvetően az összes karaktertől, az arcomat lemartam megint csak. Szóval, van itt Calypso Lilith, akinek már a neve egyébként engem teljes mértékben kiakasztott, nem tetszik, de megszoktuk már egyébként a fantasy könyvektől, hogy itt mindenféle furcsa nyakatakert nevek vannak, hogy különleges legyen. Mindannyian tudjuk, ki ez a Selina Sarotian. Tehát aki szereti a fantasyt és sokat olvasott ilyet, az már tudja, hogy vannak furcsa nevek a könyvekben. Az ilyen különleges nevekkel nincs is baj, még a Calypsót el is tudom engedni, Kelly tök szép, Viszont ennek a karakternek a legjobb barátnője, aki egyébként az általam legjobban utált karakteret idén szerintem, a halálsoromból Billy mellől, ami azért egy elég durva karakter, szóval állítsuk mellé csak azért, mert kiállhatatlan ez a karakter. Szóval Temper Darling, ez a neve a lánynak. Nem is értem, hogy miért, tehát ez az egész ilyen fenomenom, amit kitalálnak az írók, hogy vicces nevet adunk a karakternek, majd megjegyezzük, hogy milyen vicces, ez engem idegesít. És az első dolog, amit már mondtam nektek egy másik videóban, ami eszemított róla, az Colin Hoover-től az It Ends With Us, amiben a lánynak a neve Lily Blossom Bloom, vagy Bloom Blossom, nem emlékszek, és még a virágokkal is foglalkozik. Mert ez milyen vicces, nem? Virágneve van, mindegyik neve virágnév, és virágokkal foglalkozik. Vagy America Singer a párválasztóból, aki Amerikában él és énekel. Temper Darling, akinek a neve már kiakaszt, és aki éppen a kedves barátnő. És hogy milyen embertelen, idegesítő, te jóságos atya úr is, ez a videó olyan hosszú lesz egyébként. Már mondtam, egy rossz karakter nekem elrontja a történetet. Na most, a rossz karakterből kiinduló dialógusok, azok még inkább. Tehát én kicsit úgy éreztem, hogy a szerző nem igazán tud kifejezni érzelmeket, illetve személyiségeket a könyvbe, és rengeteg szóismétlése, meg ilyen hülyeségekkel próbálja belepasszírozni a személyiséget a karakterekbe, és a Tempernek egy darab tulajdonsága van, az, hogy rengeteget mondja azt, hogy csajszi és ribi. De elképesztően idegesítő módon, többször is kiraktam Instára, és rengetegen írtatok azt egyébként, hogy mi a fene ez, és hogy ezt nem lehet így elolvasni. Tele van, és az elején elkezdtem jelölgetni ezekkel a rózsaszín cetlikkel, hogy hányszor mondja, hogy csajszi és ribi, amikor megszólal gyakorlatilag mindig, de a végén feladtam, és itt a végén is van egyébként olyan szituáció, amikor még előkerül nekünk ez a csodálatos nő, és egyszerűen nem bírtam, tehát ahányszor beszélnek, ahány ember ez a lány benne van, mindegy, hogy vállásról beszélnek, vagy halálról, vagy a kiskutyájukról, vagy fagyizásról, neki mindig úgy kell beszélnie, mint hogyha a második szónak kötelezően annak kell lennie, hogy csajszi vagy ribi. Ó, itt egy csajszi, amit el is felettem alá húzni, mert már annyira megszoktam. És még egy ribi is van mellette, amit szintén elfelejtem. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy tényleg egy-két mondat alatt rögtön. És szerintem felolvastam nektek egy videóba, de felfogom még egyszer. Az első dialógus ebben a könyvben, ami egyben az első dialógus a két lány között is, az, hogy levelet kaptál, ribi. Ez tényleg könyv zsákmány, csajszi. Csajszi, te aztán egy beteg állat vagy. És olyan szinten vannak tömve egymás mellett ezek a megszólalások, hogy sérti a fülem, a szemem, az elmém, mindenem. Hé, ribi! Csajszi! Egy igazán mopot hagytál ki, ezek egymás mellett voltak, csak sem az, hogy csajszi! Sok ivel. És emellett még rengeteg ilyen idegesítő szót, mint a nyanya, luvnya, megállás nélkül, de tényleg úgy, hogy minden mondatban elviselhetetlen. Elviselhetetlen. Olyan, mint egy nagyon rossz fanfiction, tényleg. De ezt már mondtam szintén. Aztán itt van a nagy férfi szerelmi karakterünk, ugye az Alkusz, aki az éjszaka királya is, és még egy démon is, meg egy tündér is, tehát mindent el tudtok képzelni az egész világon. Dash Flynn, nyilván neki a legátlagosabb nevet kellett adni Calypso Lilith és Temperance Darling mellé, aki felnőtt férfi ember létére, és most spoilerezni fogok, oké, hogy később kerül a lelkitársa a lány, felnőtt ember férfi létére valamiért nagyon meg van áldva azzal, hogy egy 15-6 éves kislány után rohangáljon, de nagyon. Aztán majd Eli, a lánynak az előző barátja, aki pedig elképesztően erőszakos. Szóval minden karakter imádnivaló, és nem is tudom, ki a kedvencem. Ami még nagyon zavart, vissza fogom még térni ezekre a problémákat felhoztam, de ami még nagyon zavart, az az, hogy egy tök érdekes világ lehetne ebben a könyvben, ami kicsit sincs kihasználva, mert nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami tényleg a világépítés, és ami érdekes lehetne, és alig van említve a könyvbe, vagy alig kap szerepet, mert az egész könyv arról szól, hogy szex, és semmi más nincsen, pedig maga a világ, nem is értem, teljesen kreatív egyébként, és semmi szó nincsen kb. Róla az utolsó 70 vagy 100 oldalig. Szinte semmi. A fő karakterünk, a lány, egy szirén, és a vízzel való kapcsolatáról, és most nem viccelek, 2 fejezet van a könyv elején, nem is elején, hanem ugye a harmadánál. Az udvarokat ugye a könyv felé mutatják be, szintén 3 bekezdésben, vagy 4-ben. A más világban nagyjából kétszer járunk, mind a két szituáció baromi érdekes lehetne, és alig van a könyvben. Rettet és írásmód egyébként szintén hozzáad ahhoz, hogy egyszerűen állandóan kizökkentem a könyvből, tele van ismétlésekkel, még már mondtam az szerző, de még igazán tud egyébként érzelmeket kifejezni, vagy személyiségeket, és ebből adódóan, ha nem teljes nyugalmi állapotban vannak a karakterek, akkor folyamatosan valamilyen cselekményt ismételgetnek, valamit állandóan ugyanazt csinálnak. Például van egy olyan rész, amikor valamelyik férfi karakter, nem emlékszem, vagy Eli volt-e, vagy Dash, valamelyikük mérges, és háromszor csikorgatja meg a fogát egy bekezdésben. Az Alkusz a fogát csikorgatja. Egy sorral lejjebb, újabb fogcsikorgatás. Két sorral lejjebb, a fogaim hangosan kocognak. Pár sorral lejjebb, újabb fogcsikorgatás. Miért? És majd ugyanilyen elájjal is, amikor kb. Egy bekezdésben vagy ötször morog. És idegesítő, ugye ő egy vérfarkas alfa, mert nem volt elég már a klisékből ebben a könyvben. És folyamatosan nyűszít, morog, ugat, vonyít. Olyan, mint hogyha bármennyire is az emberi alakában van, a csajnak a kutya oldalt tetszene a férfinak, vagy ahhoz vonzódott, nem tudom, de mindig úgy utal rá, hogy éppen valami kutya hangot hallat. Szintén nagyon szeretni való karakter egyébként. Az, hogy a lány 15-16 éves forma, amikor találkoznak és belezúg az Alkuszba, már nekem kicsit necces, sőt nagyon egyébként, és hiába van megmagyarázva, hogy jó, de az a színének nem már felnőtt, elképesztően kémetlen belegondolni, hogy egy felnőtt férfi egy 15-16 éves lányjal kavar, meg azt nézegetik, hogy milyen bugyjai vannak, mert igen, ezt megnézte, hogy milyen bugyjai vannak, meg vele alszik karöltve, meg összeölelkeznek, meg elmondja, hogy használja a nőiességét, meg hogy milyen jó, nem tudom, mellei vannak, meg ilyenek a 16 éves lánynak. Engem ez is zavar, de szintén nem baj, mert ő szirén, és az már felnőtt. Az nem baj, hogy az itt, a Földön, a Földbolygón élő 15-16 vagy akár fiatalabb éves lányok itt ezt olvassák, akik nem színek és nem felnőttek, és azt gondolják, hogy ez normális. És hogy ez tököké, ha egy nem tudom hány éves felnőtt férfi ilyen szinten nyomulna rájuk. Teljesen nem baj, mert Kelly, szirén és felnőtt. Megvan oldva. Nem lett volna egyszerűbb 18 évesnek csinálni, vagy 19 évesnek csinálni? Nem. Amiből szintén elegem volt, ha már felhoztuk a mi világunkat, az a rengeteg evilági utalás. Ez egy olyan föld, és egyébként nagyon kevés információt kaptunk erről, ahol van egy rendes világ, ami a mi világunk, tehát ez a világ, és abban vannak fantasy lények, és van egy más világ. És erre vannak utalások, de például nem értem azt, hogy akkor miért kell felhozni ebben a könyvben evilági szerzőket meg bandákat. Például a démonon kisztes póló volt, azt a lánynak aludni, illetve felhozták itt Shakespeare-t, meg a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-ot, és kérdem én, Shakespeare tudta, hogy vannak szirének? Vagy a Dr. Jekyll és Mr. Hyde ez egy olyan dolog, ami meg is történhet náluk? Rengetegszer hozták fel a Harry Pottert, nem is értem miért, nagyon nem volt eredeti. Miért csinálna valaki egy világban egy Harry Potter filmet, ha ott az, ami történik, az normális? Miért lenne akkor a sikere a Harry Potternek ott, hogyha az mindennapos szinte? Kicsit érdekes volt nekem ez is, meg alapban, amikor felhoz ezeket a Harry Pottereket, az valami elképesztő rossz volt. Az első alkalom, amikor kitalálta a szerző, hogy milyen jó ötlet lenne a Harry Potter belevonni a könyvébe, az egy olyan rész volt, amikor nagyon ijesztő gyerekekkel beszélgetett a Kelly, a lány, és amikor egy nagyon ijesztő megjegyzést tettek, akkor azt mondta Kelly magában, hogy 10 pont a Mardekának az ijesztő dolgokért, vagy valami ilyesmi. És szerintem ennél az egy nagyon rossz szituációnál kitalálta a szerző, hogy na ez az. Ebből be kell vinni a Harry Pottert, és utána valahogy random felhozta állandóan, nagyon idegesítő volt. És nem csak a Harry Potter, tényleg Hamlet, Shakespeare úgy, ahogy van, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, Kiss, rengeteg ilyen volt, rengeteg. Beszéljünk akkor az ACOTAR hasonlatról, meg arról, hogy szerintem ez a könyv úgy, ahogy van egyébként egy ACOTAR, csak a 365 nap formájában. Rengeteg minden olyan volt, mint a Tüskék és Rózsák udvarában. Alapból a karakterek, a világfelépítés, az, hogy a lánynak van egy barátja, Eli, de Eli unalmas, nem neki való, alapvetően szexi, de nem neki való, valaminek a vezére is, de alapvetően túlságosan agresszív, és korlátozni akarja, és be akarja zárni, magának akarja tudni, és ez nem jó. És a lányhoz már a végén ugye erőszakos is akar lenni, és akkor hirtelen a másik férfi, aki pont az éjszaka királya is, nem rájszent véletlenül se, nem ríszent, és megmenti tőle, és akarata ellenére magánál tartja. Nem ismerős. És ráadásul van egy ilyen nagy párfordulás a könyvben, a könyv végén, ami egy az egyben az a konfliktus, ami a második ACOTAR könyvben a ködéshalagútvárában volt Rhysand és Feyre között, amikor ugye Feyre rájön, hogy Rhysand neki valaki járt, nem mondom el, mert spoiler, de most el fogom mondani amúgy, mert ebben is ez van. Tehát itt is Kelly rájön, hogy az Alkusz a társa, nyilván nem magától az Alkusztól, és így kérdőre vonja, hogy mikor akartad elmondani, így meg úgy, és tényleg egy az egybe, mint az ACOTAR-ban. Egy az egybe. Nagyon rossz könyv, de most nincs több időm erről beszélni, majd később még visszatérek el az egész témára. Szerettem volna ezt a videót ilyen vlogszerűen megcsinálni, viszont ebből az lett, hogy leültem és elolvastam a könyvet, mire felfogtam volna. Szóval ez nem igazán vlogos így, mert nem lesz több bejelentkezés. De elolvastam a másik részt, és Ori abban a pillanatban megjelent. Mit csinálsz? Dolgod van itt? Itt most pont dolgod van. Igen. Szóval... én voltam a legjobban meglepődve szerintem, amikor elkezdtem olvasni a könyvet, és az elején nem volt olyan rossz. Tehát, hogy szerintem egy jó 60 oldal elment, úgyhogy nem is nagyon húzogattam benne alá dolgokat, meg ilyenek. Teljes mértékben meg voltam lepődve, tehát mi történik? Még a végén ez jó lesz? Hát nem. Nem volt az egyébként, de egyértelműen jobb volt egy kicsivel, mint az első rész, és ezért is adtam neki végül 2,5 csillagot, ha jól emlékszek. Azt hiszem. Úgyhogy egy fokkal jobb volt, mint az első, de egy idő után itt is előjöttek azok a dolgok, amiket egyszerűen ki nem állhattam az első részben, csak egy kicsit várt vele a szerző. Tehát, hogy aminek nagyon örülök, és ami nagyon jó volt ebben a második részben, az az, hogy többet kaptunk ebből a más világból, és végre be voltak mutatva rajta a helyek, a személyek, meg minden ilyesmi. Ami nem tetszik ezzel kapcsolatban az az, hogy továbbra sincsen leírva, hogy mégis hogy a fenében működik ez az egész más világ, mióta van, miért van, hogy van. Hát, hogy nagyon sok ilyen leírás kapunk helyekről, meg hogy mi hol van, meg hogy ki uralkodik ott, meg milyenek azok az emberek. Viszont az nincsen leírva, hogy mióta uralkodnak ott, miért uralkodnak ott, miért is van az a hely egyáltalán, hogyan kötődik egyik a másikhoz. Nem igazán van benne ilyesmi, amitől egy kicsit nehéz megérteni az egészet, annak ellenére, hogy nagyon sok szó van róla. Ráadásul nagyon sok ilyen nyakatekert elnevezésű dolgot meg szemét ismerünk meg, de hogy mi a jelentőségük, arról semmi nincs. Tehát az be kell valami, hogy egészen kreatív nevek voltak itt, meg ilyen helynevek, meg ilyesmik, de hogy semmi nincs róluk elmondva, az valami elképesztő, és nem igazán értem így, hogy oké, majd az egész, sőt az egész hetet a más világban játszódik, de hogy a mai napig így elolvastam a másik részt, és tényleg figyeltem rá, nem tudnám elmondani, hogy a más világ mikor jött létre, miért, milyen kapcsolatban áll a Földem úgy igazából, és hogy alapvetően milyen kapcsolatban állnak ott az udvarok egymással, és alapvetően mi is az egésznek a lényege. Semmi. Csak egy másik hely, ahol Dash az egyik király, és tök menő. Felírtam egyébként magamnak, hogy mik nem tetszettek benne, és ezen most szeretnék veletek végigmenni, mert volt benne egy-két érdekesség, de most nem találom a papírt. Tehát nincs meg a papír. Felírtam magamnak, hogy mik zavartak alapvetően a legjobban ebben a könyvben. Lesz egy pár, úgyhogy kezdjük el. Szóval, mint már mondtam, az jó volt, hogy többet kaptunk ebből a területből, ebből a más világból, bár még mindig nem tudjuk, hogy mi az egésznek az értelme, de megint olyan furcsa volt ennek az egész mi világunknak és a másik világnak az összefüggése, hogyha valami világunkban ennyi ilyen különleges lény, akkor egy-két dolgot nem értek, hogy hogyan lehetséges. Tehát, hogy előadták, hogy van a más világ, ahol igazából mindenféle lények van, és az a különleges lényeknek a világa, majd elmentek ott egy étterembe csúrót enni. És így néztem magam elé, hogy menjünk el az éjszaka udvarába, és együnk egy jó hambit. Tehát, hogy az egész annyira nem lehet egyszerűen komolyan venni az egészet. Nem tudom, hogy nem lehet komolyan venni az egészet. És lehet, hogy ez csak az én hibám egyébként, hogy nem tudom elengedni magam, de hogyha egyszerűen nincs semmi megmagyarázva, akkor hogyan engedném el magam? Hogyan értetném, meg fogadnám el a dolgokat benne, hogyha nincs semmi elmagyarázva. Értitek? Na mindegy. Ez egy kis apróság. Dash, és most már nem fogok tudni másra gondolni, csak a munkásautós Dashre. Mindegy. Tehát, de akkor mondom, amit Dash mond és Kelly, ebben a könyvben, mert nem voltak annyira idegesítőek. Egészen jobb volt a dinamikájuk, és nem volt annyi olyan cringe jelent köztük, ami az első rész, amit mondtam nektek. Nem volt annyi ilyen kellemetlen szituáció, és egészen elműlt a kapcsolatuk, és már volt benne valami komolyság is volt benne már így a végén, tehát... De hogy Desmond milyen elképesztően idegesítő volt itt végig, tehát hogy most már végre nem pedofil, mert már nem 16 éves a csaj, és már nincs erről szó benne, tök jó, viszont helyette elképesztően manipulatív, akaratos, és néha egy kicsit egyébként ijesztő is nekem, és még Kellynek is ijesztő, de ezt se értettem, de mindjárt elmondom. Akaratos, manipulatív, és nagyon sokat titkolózik. Tehát nagyon-nagyon sokat, és akkor lehet mondani, hogy ő a titkok mestere, meg a titkok ura, meg ilyenek vannak benne. Oké, de ha van egy lány, akit a királynődé akarsz tenni, akkor nem titkolózol előtte, tehát az egész annyira furcsa volt. A másik dolog, hogy úgy minden második oldalon elismétli Kelly azt, hogy ő egy szirén, és ezért ő imádja a szexet, meg imádja a pusztítást, meg a mindenféle erőszakot, de ahhoz erőszak van, megijed, és rosszul van, és nem értem, megint nem értem. Mi volt itt még? Igen, a csúrót mondtam, jaj, Temper. Úristen, annyira örültem, hogy a másfélába játszottuk a történetet, teljesen elhittem magamban, hogy nem lesz benne egyáltalán Temper, és így nem lesz benne egyáltalán a Csaj Széribi fajta dialógus. Majd megjelent Temper, és nagyon megörültem, hogy pont valamilyen varázslást csinált, és így megszállta a másik énje, és vagy 5 oldalig volt az, hogy normálisan beszélt. És utána, és ezt a munkáimban olvastam, és emlékszek, hogy ez volt az a rész, amikor már hitetlenkedve fogtam, de raktam a könyvet, és el kellett takarni az arcomat, hogy ne röhögjem el magamat kínomba. Tehát elő van adva, hogy elvarázsolta a másik énje, és mi a hatalmas lény, majd ez így kiszáll belőle, így elernyed, és az első szava az, hogy Csajci! Tehát, hogy ezt ki is emeltem, és most meg fogom keresni. Meg fogom keresni. Szóval. Lilával emeltem ki benne az összes Csajcit és Ribit egyébként. Volt benne bőven megint csak, amikor benne volt. Hál' Istennek egyébként most Temper szinte végig velük volt a könyvben, miután megjelent, úgyhogy nem nagyon tudtam nyugodni itt sem. Na itt van. Tehát elernyed, és az első dialógus, az első mondat, amit mond, Csajci, leheli, olyan kibaszott jó látni téged. És utána még sikerül még ugyanaz azonnal egy Ribit is tolnia. Úgyhogy egyszerűen nem bírom el sem ezt a nőt, és rettenetes. És tudjátok, milyen volt Temper? Én egyébként rájöttem, munkaközben, és ki kellett googlizom, mert nem emlékeztem a csajnak, de van a Scary Movies filmek, vagy van magyarul, a horror alkalva filmek. Na, ha azt láttátok, abban van Brenda. Be fog ide vágni a képet, nem tudom. Ha valaki látta, na, szerintem az író úgy volt vele, ezeket a filmeket megnézte, és ő nagyon akart be a könyvbe egy Brendát egyébként. Csak aztán kitalálta, hogy teljesen túltolja, és elviseltetné teszi. Tehát ez a karakter annyira vicces lehetne, és annyira jó lehetne, ezt a Brendát, én imádtam a filmben, nagyon vicces volt, és annyira jó lehetne, ha valami ilyesmit akarna tényleg összehozni, de elképesztően túltolja, és egy irritáló nő lett belőle. Van egy rész, amikor rá akar mászni Temper, Dashnek a legjobb barátjára, majd megjegyzi valamelyikőjük, hogy szegény pasi, és amúgy igen, tehát szegény. Egész végig sem álltam utána, hogy Temper rá akar, mert ezt nem mindegy. Ja, Isten, az a Fauna királynő, vagy hogy hívják, nem Fauna királynő, Flóra királynő. Van, és megint csak annyira nem eredeti. Van a növények birodalma, vagy nem tudom, és annak van egy királynője. Na most, növények birodalma, és királynője van a növényeknek. Találjátok ki, hogy néz ki. Egy az egyben úgy, mint Poison Ivy. Az egész leírás már annyira kellemetlenül olyan volt, mint hogy őt akarná leírni, a ruhája ugyanolyan, a haja ugyanolyan, a szeme ugyanolyan, a viselkedés ugyanolyan, Poison Ivy. Hát olyan elképesztő módon nem eredeti. Ja, hát és a Poison Ivy-nak, most hát nem tudom, hogy hívják ezt a Flóra királynőt egyébként, Mara, vagy valami ilyes volt a neve, annak a párja, meg a zöld szerzet, ez a neve a csávónak, nincs neve, az a neve, hogy zöld szerzet. Nincs neve. Oli lesz már a vörös szerzet ebben a lakásban, és nem lesz neve. Tehát nincs neve, úgy hívják, hogy a zöld szerzet, na mindegy. És az a zöld szerzet, találtok ki zöld, de hogy úgy van leírva, hogy nekem az utána ahányszor ott volt a könyvben, olyan érzésem volt, mintha a Sims 2-ből egy virágszim lenne benne a könyvbe, és ő így beszélgetne emberekkel, egy az egyben úgy néz, mint egy virágszim a csávó. Megint csak hihetetlenül nem eredeti, ahol nem is beszélve, hogy az egész könyv megint visít róla, hogy egy ilyen ACOTAR kopia akar lenni. Tehát én hiszem, hogy ez a könyv tényleg a Tüskék és Rózsák udvara akar lenni, csak nem tudom, több szexel, de hogy még ha nem is, olyan elképesztő módon hasonlítanak az ilyen klisék, fordulatok, karakterek benne. Arról nem beszél, az egész könyv egy nagy napforduló köré van kihegyezve, ami nekik nagyon fontos, megint csak, és olyan hihetetlen rossz az egész. Igen, virágszínet elmondtam. Tempert elmondtam. A karaktereket egyébként még mindent tudtam elviselni, az nagyon jó volt egyébként, ahogy már mondtam, hogy több mélység volt Desmond és Kelly kapcsolatában, de hogy még mindig rettenetes emberek, rettenetes személyiséggel, és könyörgöm, az a szint, amikor azért, mert a barátja ki akarja képezni őt, hogy ne halljon meg az udvarában, a csaj úgy dönt, hogy egy nácihoz fogja hasonlítani a könyvben. És nem csak, hogy undorító ez a része, de felmerül bennem megint az, hogy akkor most a volt második világháború, azt nem befolyásolt egy kicsit az, hogy vannak különleges lények? Mert nekem konkrétan van egy könyvem George R. Martintól, ami erről szól, hogy mi lenne, hogyha a háborúban lennének különleges lények, az a milyen kártya, Wild Cards. Hogy magyarul a címe? Itt van, pont mögöttem. Jön az Öngyilkos királyok, a Wild Cards az egyik része. Tehát ez konkrétan erről szól. És én nem tudom elképzelni azt, hogyha mondjuk van egy második világháború, abban nincsen semmi jelentőség annak, hogy vannak szirének, meg démonok. Tehát a felvétel, de itt vagyok. Szóval ott jártam, hogy a második világháború, vagy bármilyen háború, bármilyen csata alatt az emberek nem próbáltak meg lepaktálni mondjuk a démonokkal, hogy nyerjenek, vagy bármi, hogy annyira nincsen kibontakoztatva az egészben az a tény, hogy ez egy mi világunk, csak lényekkel. Hogy elképesztően én érzem magam bután, miközben olvasom, mert 1 millió kérdésre meg nem kapok választ, és én nem tudom ennyire elengedni magamat. Tehát, hogy ha tényleg a szexre van kérdezve, akkor legyen benne az, akkor ne építgessünk itt világokat fölöslegesen, de amelyek, hogyha nem csak arról szólok, hanem kajak, vannak benne karakterek, meg tényleg akar benne valami történni, akkor történjen már meg. Tehát, hogy... Szóval igen, volt egy pár dolog, ami ebben a könyvben sem tetszett, de végül egyébként azt kell mondjam, hogy szerintem egy kicsit jobb volt, mint az első. Az elsőben a karakterek is egyébként sokkal-sokkal rosszabbak voltak, már csak abból a szempontból is, hogy Kelly meg Desmond a saját kapcsolatuk miatt is elviselhetetlenek voltak, és sokkal-sokkal több idegesítő faktora volt az egész kapcsolatnak. Itt már kicsit így az elmélyült és komolyabb lett, úgyhogy ez a része annyira nem volt idegesítő, de még mindig nagyon rosszak a karakterek, nagyon rossz a cselekmény, fordulat, az úgy volt benne, de egyébként lehetett volna találni, mi lesz benne a fordulat. Nem érdekes, idegesítenek. Igen, ennyi. El fogom elolvasni a harmadik részt, nem tudom, az már tényleg hatalmas önkínzás egyébként, ha elolvasnám, de közben úgy is vagyok vele, hogy elkezdtem ezt az egész történetet, és már kíváncsiak, hogy mit hoz ki belőle az írónő. Nem tudom, ez az egész, és hozzátesz nekem egy ilyen mélypontja volt az olvasásomnak eddig idén. Nagyon nem tetszett, de mint már mondtam, ez egy saját vélemény. Van, akinek tetszik, ez így van, megtörténik a dolog, nekem valami nem tetszik és kész, akkor nem tetszik, senkit nem akarok már megbántani, senkit. Ez az én véleményem a, mint már kiderült, valóban Alkusznak nevezett sorozatról. Elolvastam azt az első 2 részt, ami eddig megjelent. Hát nem egy nekem való könyv, viszont azt mondjuk el, hogy mennyire nagyon szépek ezek a borítók. Tehát nekem ezek a borítók nagyon tetszenek. Hogy az angolokat ide fogom vágni, azon inkább jobban látszik, hogy ez egy ilyen erotikus, sötét, fantasy, dark fantasy sorozat. Az szerintem jobban tükrözi egyébként ezt, viszont ezek a borítók meg sokkal szebbek. Tehát ez gyönyörű. Főleg a másik nekem nagyon tetszik. Nagyon szépek. Kár, hogy a könyv nem tetszik. Ez lett volna az én gyors nyavalygásom erről a sorozatról. Kíváncsiak a ti véleményetekre, tehát, hogyha valamelyikötök olvasta, írjátok le nektek, hogy tetszett, hogy mennyire értetek velem egyet, csak írjátok le nektek, milyen tapasztalatok vannak az ilyesmi könyvekkel, vagy el akarjátok-e még ezt olvasni, kíváncsi vagyok rá. Ismét nem gondolom azt, hogy az erotikus fantázia az én műfajom lenne, de tudjátok mit? Van az egy könyv, ami a fejemben van nagyon. És nem fogom tudni a magyar nevét, az az Ice Planet Barbarians, vagy valami ilyesmi a neve. Ide fogom vágni a borítóját. Tudom, hogy ő megvan, már jelenben magyarul, vagy meg lesz. Tudom. És nagyon kísért. Tehát, hogyha valami nagyon rosszat akarok majd olvasni, akkor el tudom képzelni, ebből is csinálni fogok egy videót. Írjátok le, ha akarjátok. Nem tudom, miért bántom magam, ilyen vagyok. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben, sziasztok!